Nem. Egész nap találkozol emberekkel, beszélgetsz velük, viszont egyébként az a catch, hogy neked folyamatosan szervezned kell be magad alá embereket, csak azért, hogy neked legyen pénzed. Te nem árulsz semmit. Mert te... szerintem egyébként akkor már legyen egy ilyen tripla, egy ilyen izé, egy következő duát, akkor én is ide vágom magam, hogy ezt csak így ki tudja mit vágni, és instant fel tudjam tölteni TikTokra ezt az egészet. Na nézzétek. Mehet? Mész egész nap, találkozol emberekkel, beszélgetsz velük, viszont egyébként az a catch, hogy neked folyamatosan szervezned kell be magad alá embereket, csak azért, hogy neked legyen pénzed. Te nem árulsz semmit, te baszol át embereket, és abból van pénzed, hogy embereket győzöl meg, hogy jöjjenek be ebbe a kibaszott ilyen szkembe, idézőjelesen, és hogy dolgozzanak neked. Tehát nincs effektív munka, mivel semmit árulod. Ez egy nyomorék. Mész egész nap, találkozol emberekkel. Na milyen volt az én TikTokom? Ha? Milyen volt az én TikTokom? Jó volt az első TikTok? Vagy várjál, csinálunk még egy verziót. Mész egész nap, találkozol emberekkel, beszélgetsz velük, viszont egyébként az a kérdés, hogy neked folyamatosan szervezned kell be magad alá embereket, csak azért, hogy neked legyen pénzed. Te nem árulsz semmit, te baszol át embereket, és abból van pénzed, hogy embereket győzöl meg, hogy jöjjenek be a kibaszott ilyen szkembe, idézőjelesen, és hogy dolgozzanak neked. Tehát nincs effektív munka, mivel semmit árulsz. Mész egész nap, találkozol emberekkel, beszél. Majd csinálunk még egyet. Csinálunk még egy TikTokot, jó? Csinálok még egyet, rendben van. Mész egész nap, találkozol emberekkel, beszélgetsz velük. Ez viszont itt, egyébként az a kérdés, hogy neked csaló. Folyamatosan szervezned kell. Ez az ember, egy csaló. Csak azért, hogy neked legyen pénz. Egy hazug csaló, fasz. Semmit, te baszol át embereket. Ez egy csaló. És abból van pénzed, hogy embereket. Ez itt felül. Csaló. Győzöl meg, hogy Árvasz embereket! Ez az ember! Csaló! És hogy dolgozzanak neked! Itt van! Csaló! Nincs effektív munka, amivel semmit árul. Mész egész nap, találkozol emberekkel. Ez milyen volt? Jó volt? Tulajdonképpen nem arról van szó, hogy a pénz nem boldogít, csak a boldogság nem a pénz. Hogyha anyagi javakban méred a boldogságot, akkor a boldogság az csak pénzen megvásárolható. A pénz az csak pénz. A boldogság az nem pénz. Az boldogság. Az apró örömök az életben. Az apró kis csintalanságok, amiket a gyereked először elkövet. Na ez a boldogság, nem a pénz. A pénz egyenlő pénz. A pénz az csak pénz. De a boldogság az a szívben van. Ha megtalálod azt az utat, amit kiszapod rád a sors, akkor rajta vagy a jó ösvényen. Hogyha felnézel az égre, és azt látod, hogy még van hova fejlődni, az azt jelenti, hogy jó úton jársz. A pénz az csak egy eszköz ahhoz, hogy elérd a céljaidat. De valójában lehet nem a pénz a célod, hanem teljesen más. A pénz az nem boldogít, a boldogság boldogít. És a pénz az csak pénzességek. Amikor a pénzről van szó, akkor csak akkor fontos a pénz, amikor meg kell venni az én kurzusomra a belépőt. Illetve amikor a stadionokba tartok előadást, csak akkor fontos a pénz. És azért van az, hogy mondjuk egy VIP jegy az én előadásomra 100 000 forint, mert csak ilyenkor számít a pénz, de a pénz az nem számít. A pénz az semmi. A pénz az életednek igazából 0%-a. A pénzt az csak nekem kell ideadni. Mert a pénz az jó nekem. Igen. És amikor nekem sok pénzem van, az neked jó. Az neked kurva jó. Már bocsánat, hogy káromkodtam. A pozitív mentalitás, a pozitív gondolkodásmód az, amivel el tudod érni azt, hogy nekem sok pénzem legyen. És ez a te boldogságod kulcsa, ez a te boldogságod kulcsa, hogy rengeteg pénzt adsz nekem. A pénz az nem boldogít téged. Engem igen. Egy utolsó szardarab vagy. Egy undorító hulladék. Azon gondolkozol, te hogy mit kezdj az életeddel? Isten megbassza! Hát semmit.
Azért, mert egy utolsó hulladék szar vagy. Semmire nem fogod vinni az életben. És tudod, hogy miért? Mert most is ezt a motivációs videót nézed, te szerencsétlen szar. Ja. Te kis és szar, te! A legjobb Isten az, megbassza. Hogy pénzért sóvároksz. Várj, bocsánat, halkarok elvenem. A legjobb az, hogy pénzért sóvároksz, és most is csak azt kutatod, hogy hogyan tudsz még több pénzt elbaszni buzi fasságokra. Mint például arra, hogy én, mint online coach, megvedd a kurzusomat, amiből nem tanulsz semmit. Egy utolsó senki vagy.